hogyha fotóról rajzolsz, nem élő modellről, akkor meg kell figyelned a modell körüli negatív teret. Ugye, ha tételezzük fel, hogy itt a fotó. A szemének a fehérjét nagyon egyszerűen el lehet intézni, mert egy tiszta ecsettel, ami ez esetben most az ecsetünk egy kés, tehát festőkéssel, egy picikét balról is, meg jobbról is húzol egy picike vonalat az úgynevezett szembogár köré. Ez fontos nekünk. Ugye az orrnak a közepe, az így felraktuk a festékeket, az jó volt. Most az oldal festékeket pedig oldalazva fogjuk felrakni. Arra figyelj, hogy ilyenkor, ha oldalazva dolgozol, akkor hosszabban kell a festőkésre felvenni a festék. Ez a fejkendő vagy turbán elkészítését ugyanúgy csináljuk, mint az arcát, hogy kijelöljük azt, hogy hol lesz világos, tehát például itt ide teszek egy világos részt, és akkor kijelölöm a legsötétebb részt, ugye ez esetben a legsötétebb részt, és akkor ezt a történetet itt alá lehet írni.